Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Televízió ma este januári 2. adásával jelentkezik. Mai műsorunk már a szokásos módon alakul. Először esti mesét vetítünk a gyerekeknek, ezt követi sportösszeállításunk, természetesen lesz Frézia filmajánló, és 7:30-kor kezdődik híradó műsorunk. Gyerekek, gyertek a tévéképernyője elé, következik az esti mese, jó szórakozást kívánok! Január 18-án játszotta utolsó előtti mérkőzését a kétfaradi férfi kosárlabda csapat az őszi fordulóban. Őket felvételeinken piros mezben láthatják. A pécsi városi bajnokságban már sokatszor próbálták ki magukat a pécsi harci ese csapatával szemben. Mára már sokat fejlődött a játékuk a korábbi mérkőzésekhez képest. Az edző Cimben Gyöngyvér szerint a támadó játékuk egyre jobb, a védekezésen még javítaniuk kell. A most látott felvételeken a harci ese elleni mérkőzésen 20 pontos vereséget szenvedtek a hazaiak. Kófiás Tamás a legjobb dobó címet vívta ki ezen a napon, Sárközi Gergely a jó küzdő szellemmel bizonyította rá termettségét, Pere László pedig a legjobb védőként szerepelt.
Old Boy labdarúgó teremtorna két napos rendezvényének adott otthont a helyi sportcsarnok. A torna egyik főszervezőjét kérdeztük az idei rendezvény részleteiről. Milyen múltra tekint vissza az Old Boy labdarúgó teremtorna? 15 éves múltra tekint vissza, ezt 5 évre tudom visszavezetni Pécsváradra. Itt miért pont Pécsváradra esett a választás? Hát azon túl, hogy természetesen jó adottságokkal rendelkezik csarnokunk. A kézilabda csapat folytán van egy kis rálátásom a csarnokra, meg magára a csarnok vezetésére. Nagyon szimpatikusnak találtuk a csarnokot 5 évvel ezelőtt, és így tökéletesen jó a csarnok. Most erre találkozóra hány csapat jelentkezett? Honnan jöttek? Az idén el kell, hogy mondjam, csúcsot döntöttünk, 20 csapat nevezett erre az öregfiúk Old Boy tornára. Miért ilyen népszerű ez a sport, és ebben a korosztályban? Ezt a játékot mindenki nagyon szereti, főleg a mi korosztályunk, mert az az igazság, hogy a 35-től, tehát 35 éves a korhatár, és 50 éves, nagyon sok 50 éves ember is itt van. És játszik, és nagyon szereti ezt a játékot. Egy picit, hogyha hallhatnánk arról, hogy kik ezek a csapatok, és honnan érkeztek. Nagyon örültem neki az idén új palettával, bővült színes palettával a megye. Bükkös csapata benevezett Berement, Harkány, Boly, nagyon sok pécsi csapat, Pécsvárad, ugye a helyi csapat is, aki minden évben jelentkezett. Tehát el tudom mondani, hogy Komló kivételével a megyébe minden rangosabb város és nagyközség jelentkezett. Az eredményhirdetést nem sokára láthatják majd a kedves nézők. Most még a riportunk idején még jóval előtte vagyunk. Lehet-e már nagyjából látni, hogy kik az esélyesek itt a győzelemre? Hát, szerint véleményem és a sok tapasztalat szerint két csapat esélyes az első helyre, a Boc Kft. És a Vörös Autóház csapata. Hagyományosan mindig kirukkolnak valami meglepetéssel. Idén mi a fő attrakció? Ki a kuriózum? Az idén a fő attrakciónk, hogy Rapp Imre magyar válogatottunk személyesen adja át a díjakat, és ami hát már nem attrakció, hanem hagyomány, hogy utána az első 4 helyezettet és a csapatvezetőket egy jó kis vegyes pörköltre. A továbbiakban részleteket láthatnak a tornából, valamint értékelést hallanak a magyar futball két egykori kiváló játékosától, akik még ma is aktív sportemberek. Kérem, tekintsék meg képes összefoglalónkat. Thank you.
Másodikben köszönthetjük itt Pécsváradon, mint a díjkiosztó ceremónia lebonyolítójaként és a díjak átadójaként. Milyen tapasztalatokkal látogat ide Pécsváradra, amikor ez az Old Boy labdarúgó terem torna van? Az az igazság, hogy másodszor valóban itt vagyok, és nagy örömmel jöttem ide Pécsváradra. Régi, igazi futbolista barátokkal találkozok, és én szívesen teszek ennek eleget, mert öröm ezekkel az emberekkel találkozni, nézni a tribűről, hogy micsoda frissességgel, micsoda szép pompával játszanak, és ez nekem pillanatnyilag egy nagy öröm. És örömmel teszek jövőben is ennek eleget. Amikor jöttek ki a folyosón, azért én hallottam egy-két kritikát is. Hát ilyenkor valóban kritikus szemmel nézi a fiúk játékát? Hogy látja szakmailag, milyen teljesítmény nyújtanak? Hát az igazság, ilyenkor nehéz kritikusnak lenni. Végeredményben ezek a gyerekek, ezek ragyogóan játszottak, mindenki az eredményre tör. Hát én mondjuk egy-két véleményt mondtam, de ez nem befolyásolta a játékosokat, nem befolyásolja. Csak én a magam szakmai oldalról egy-két mondatot mondtam, ugye, mint a Dárdai Palinak, hogy végeredmény döntőt miért is vesztették, mit kellett volna csinálni. De hát nem én voltam az edző, csak én később észrevételeztem ezt. Na, mindig azt szokták mondani, kívülről mindig könnyebb megítélni, mint benne ezt játszani. És a Paliék ezt kicsit, hogy mondjam, kicsit taktikusan elvesztették ezt a meccset. De végeredményben éppen az a lényeg, hogy az igazi régi cimborák összejönnek, játszanak, és ilyen versenyszellemben, mint ahogy most csinálták. Mert akkor van ennek a kispának értelme, ha mindenki eredménycentrikus akar lenni. És ez egy nagyon szép dolog. Hogy látta a pécsváradiak játékát? Hogy értékeli őket? Én tavaly is nagyon jó csapatnak tartottam, az idén is. Csak egy nagyon nagy probléma van, akik fönnének a tribünen, azt nem tudják, hogy ilyen torna, ami pillanatilag itt uralkodik, ami pillanatilag itt van Pécsváradon, de legyen ez bárhol. Amikor nagyon sok csapat játszik, ugye vannak ezek a pihenők, és már ezek az emberek nem 18 évesek, ezek a srácok, és az a pihenés, megpihennek, és akkor újra bejáratni az izmokat, egy kicsit már lelassulnak, egy kicsit fásultak lesznek, kicsit már nem úgy mozognak, de ennek ellenére nagyon szép játékot produkáltak a Pécsváradiak. Én most gratulálni tudok nekik. Meglátszik minden egyes játékoson, hogy ezt a műfajt valamikor ragyogóan művelték, és barátságban voltak a labdával. Ön a mai napig is testközelben van, hadd mondjam így, a labdarúgással. Milyen formában űzi ma? Hát az egy igazság, hogy mi is csináljuk, de már mi szombatonként bérelünk egy tornatermet, és a régi Pézsi Rózsa fiúk összejövünk szombatonként, 4-től 6-ig, és borzasztó jó érezzük magunkat, és ugye utána jön a harmadik félidő, ami azt jelenti, hogy ott leülünk egy pohár kisröcs mellett, hadd mondjam Puskás szavaival, de mi is azt hiszünk, és akkor elnosztalgiázunk. Egy 4-5 órát utána még elbeszélgetünk, és ennél szebbet, jobbat nem tudok elképzelni a világon sehol, mint a labdarúgásban, a régi, igazi színvonalak összejönnek. Nem először látjuk Pécsváradon a Vörös Autóház színeiben futballozni. Az előbb azt mondta Rapp Imre, hogy kicsit taktikusan veszítették el a mérkőzést, illetve hát ezt a versengést. Hogy kell ezt értenünk? Hát az Imre az vidám gyerek, aztán kitalálta, de nem így volt az egész, mert nagyon jó hangulatú, meg nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. A döntőbe jutásért például 11-esek és 7 méteresek döntöttek, tehát kiélezett harc volt, izgalmas csaták, tehát a döntőt is elvesztettük sajnos, de nem adtuk oda az ellenfélnek a meccset, hanem az ellenfél jobb volt. Az előző versenyekhez, az évekhez hasonlóan, most ez minek könyvelhető el, ez a második hely? Hát én már voltam itt, hogy második volt a csapatom, de nagyon sokszor megnyertük, az igaz, nem csalódtunk, nem most jobb volt az ellenfél, van ilyen sport, ezért szép játék. Egyszer mi nyerünk, és valamikor más nyer, és akkor meg sportszerűen el kell viselni. Aktív játékosként itt most láthattuk, egyébként mivel foglalkozik? Én jelenleg is futballal foglalkozom, már nagyon régóta, mint élsporttal, utána, mint edző. Most jelen pillanatban a Péves KB2-es csapatának vagyok vezető edzője. Nagyon sok új szabály lépett most életbe, akár a megyei osztályokat nézem. Ezek a változások ön szerint mennyiben befolyásolják az utánpótlás oktatását és nevelését? Hát ez nagyon jó lenne, hogyha változtatnának az utánpótlás nevelése, mert ott van a rák fenn, ott vannak a problémák, mert fiatalokkal azért sokkal korszerűbben kellene foglalkozni. De most úgy néz ki, hogy a stadionépítéssel és az utánpótlás képzéssel kapcsolatban
az MLS lépéseket tett, tehát én úgy gondolom, hogy lesz előre lépés, tehát olyan szakemberek fognak foglalkozni a fiatalokkal, akik értenek hozzá, és akkor én azt mondom, hogy 5-6 éven belül odaérünk a világ élmezője utáni 10-12 csapat közé. Ez a képzési forma, amelyet most itt elkezdtek, ön szerint ez a 60 órás képzés, ez elegendő ahhoz, hogy valóban a megfelelő tudást szerezzék meg az edzők? Hát a 60 óra most itt attól függ, hogy ki végzi el. Ha egy játékos végzi el, aki aktívan játszott magasabb szinten, az biztos, hogy annak a 60 óra elég, mert azért nagyon sok tapasztalatot szed össze pályafutása során. De én azt mondom, aki nem futballozott, annak kevés, tehát több kellene. De hogyha valaki odafigyel, és ezt a 60 órát becsülete végigcsinálja, és utána a utánpótlásnál ezt alkalmazza, akkor lesz előrelépés. Csak sajnos elvégzik ezeket a tanfolyamokat, és utána elkezdik az edzéseket, és nem úgy dolgoznak a fiatalok. Ugyanúgy dolgoznak, mint régen, hogy csak bedobják a labdát, aztán játszanak. Nem tanulják meg az 1-1, 2-1, 3-2 elleni játékot. És itt vagyunk legjobban lemaradva. Párharcokat nem tanulják meg, a fejelést, tehát itt mindenre hivatkozhatnak. Tehát összegzésül elmondhatjuk azt, hogy mindenképpen a gyakorlatban kell megszerezni a képesítést. Igen, igen. Majd amikor a profi licencet, ha megszerzi valaki, ott már az egyetemre kell járni, tehát ott sokkal több órás képzés lesz, ott lesz már élettan, ott már lesz elmélet is kicsit több, de mindig a gyakorlat az dönt, a gyakorlat, ez nyugaton is így van a profi világban. Ott vannak az orvosi stábok, az edző nem foglalkozik ezzel, az orvosok állítják össze az étrendet, az orvosok mérik a pulzusokat, a keringési rendszert, minden. Tehát utol kell érni nyugatot. Köszönjük szépen, így legyen. Én is köszönöm. Mint ahogy az kedves nézőink is láthatják, itt már nagyon jó hangulatban folyik az ünneplés. Megtörténtek a díjak átadásai, most pedig ismertetném önökkel az eredményeket. A torna győztese a Bad Dohánygyár csapata lett, második a Vörös Autóház, harmadik a Boc Kft. Csapata, negyedik helyen végzett Pécsvárad. A legjobb játékos díját Koronics Károly, a Bad Dohánygyár játékosa vehette át. A legjobb kapus díját egy pécsváradi játékos vette át, Perényi László. És a gólkirály természetesen ki más is lehetne, mint Dárdai Pál, a Vörös Autóház játékosa. A labdajátékok szabályrendszerében néhány változás lép életbe a tavaszi fordulók kezdete előtt. Spági József, a sportkar elnöke tájékoztatja a városi televízió nézőit. A nézők is értesülhettek már a sajtókból arról a tényről, hogy az NB1 osztályban játszó kézilabda csapatok rájátszásában némi változás történik. Mi ez a változás és hogy érint bennünket, pécsváradiakat? Végül is minket valahol nem érint. A rájátszás azt jelenti, hogy azok a csapatok, amelyek az NB1B-be játszanak, és a változás azt jelenti, hogy külön fog válni a IFI és az első csapat utaztatása. Tehát addig, amíg az első csapat vitte magával az ifjúsági csapatokat, és egy mérkőzés színén játszották le a mérkőzéseket, ez most ketté válik. Többletutazás, többletköltség, többletkiadás. Hál' Istennek ez minket nem fog érinteni, hiszen a PMSC-nek, vagy PMKC-nek helyesebben mondva, az ifjúsági csapatát a társi adja. Ilyen értelemben az anyagi és az egyéb forrásokat ők állják, tehát nem mi, nem Pécsváradot érintő dolog ez. A másik változás az az MLS berkeiben történik, méghozzá az edzőképző elvégzése. Tehát kötelezték az edzőket, hogy elvégezzenek egy bizonyos alapképzést, amivel rendelkezniük kell, ha jól tudom, márciusig el kell végezni a tanfolyamot. Itt Pécsváradon végeztek-e, sőt, hát végeztek, mert a pécsváradi nézők láthatták is, amikor ott voltunk ezen a megnyitón. Miért fontos, hogy ők végezzenek egy ilyen képzést, és elegendő ez a 60 óra? Miután Magyarország is elfogadta az UEFA előírásait, és ezáltal promoválta magát az UEFA edzőképző tanfolyam hivatalosságában, az MLS kötelezően előírta először az MB-s klubok részére, majd ezt lebontotta a megyékre is,
és ezáltal a megye is kötelező tette, hogy a megye első osztályban csak olyan edzők ülhetnek, akik az UEFA edzőképző tanfolyamán részt vettek. Köztudott, hogy Pécsváradon B és D tanfolyamokat végeztek. Ezeknek a tanfolyamoknak, aki nem tud eleget tenni, az március 1-től nem ülhet a megye első osztályba sem, edzőként kispadra. Mi ennek elébe mentünk, hiszen most 4 pécsváradi fiatalember végezte el a legutóbbi edzőképzőt, tehát rendelkezünk ezzel a licenszel. Ezt meg kell, hogy mondjam, komoly talanul vették a megye vezetői és sportegyesületei. Ennek most ők fogják inni a kárát, mert a megye beerősít, és kötelezővé tette, hogy azon csapatok edzői, akik nem végezték ezt el, nem ülhetnek márciusban kispadra. Egy gyors mentővet is dobott ugyan be most a Baranya megyei labdarúgó szövetség. Úgy néz ki, hogy februárban indítunk még egy D-tanfolyamot. A napokban volt az előző tanfolyam okleveleinek átadása itt Pécsváradon, és akkor Tajti József engedélyével úgy néz ki, hogy februárban be fog indulni ez a tanfolyam, ahol elsősorban azon edzőket szeretnénk meghívni, akik a megy első osztály kispadján ülnek, hogy ne legyen gond, és márciusban az edzők továbbra is kispadon maradhassanak. Amiket most említettünk, ezek országos szintű változások. Mi újságházon belül számíthatunk-e itthon változásra, vagy ez egyelőre maradjon még titok, majd a következő közgyűlésen számoltok be erről? Egyelőre forrásban van minden, hiszen az átigazolási időszak február 15-ig tart a labdarúgásba. Eddig egy játékos jelentette be távozását, Somogyvári Tamás, ő vissza szeretne menni Bonyhádra, de úgy gondolom, hogy senki nem fogja felfedni addig kártyáit, míg az átigazolási időszak tart, mi sem, és a játékosok sem. Mi szeretnénk mindenkit megtartani, új igazolások is lesznek, úgy néz ki, hogy 2 ifjúsági korú játékost, akik már megkóstolták a magasabb osztályt is hozunk Harkányból, egyet Szalántáról, szó van a PBSK-tól kölcsönadás szempontjából ideigazoló játékosokról, vagy játékosról, attól függ, hogy az edzőnek az elképzelésébe hogy fog beleférni. Szeretnénk leigazolni azt a hegedűst, aki tavaly már a PMSC-től kölcsönbe volt nálunk, ennyit a labdarúgokról. A kézilabdásoknál úgy néz ki, hogy nincsen különösebb mozgás, a kosarasok ugye csak pécsváradi fiúkból állnak, ott sincsen különösebb. Ami még lényeges dolog lehet, az a Thai box. Nagyon nem szeretnék ennek elébe menni, de úgy gondolom, hogy megnyugtatásként elmondhatom, hogy egyetlen egy szakosztálytól sem óhajtunk megválni. Továbbra is felvállaljuk szakosztályainkat, és a Thai boxnak egy olyan kellemes meglepetéssel fogunk tudni talán szolgálni a sportbizottság segítségével, ami lehetővé teszi, hogy Pécsváradon országos versenyeket rendezhessünk, illetőleg most már megindulhat az a munka, mert a Thai box olimpiai sportág lett, ami a fiatalok biztos fejlődését és más egyesületekkel való találkozást fogja elősegíteni. Ezek szerint bővebbet és más információkat is megtudhatunk még a sport körülésén, ami mikor és hol lesz. Igen, múlt héten volt egy vezetői értekezletünk, ezen sok mindent átbeszéltük, sok mindent értékeltünk, ezen megjelent már a sportbizottság egy hölgytagja, Julika is, nagy örömünkre, polgármester úr az minden egyes vezetői értekezleten részt vesz, és eldöntöttük, hogy a közgyűlésünk február 5-én 18 órakor a művelődési központban lesz megtartva, és ezúton is kérem a sportbarátokat, hogy minél nagyobb létszámmal legyenek ezen.
Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió januári második híradó műsorát látják. Jó estét kívánok! Korábbi adásunkban már beszámoltunk a helyi okmányiroda működéséről. A közelmúltban új feladatot is kapott az iroda. A szolgáltatások bűvöléséről Ulrik Erzsébet, az iroda új munkatársa beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. Január 1-től került az okmányirodákhoz a gépjárműügyintézés. Az eddigi munkáddal azonos, avagy eltérő a mostani, amit most kell itt csinálnod? A rendőrkapitányságról érkeztem ide Mohácsról, és azonos, illetve hasonló a feladatom, mint amit eddig csináltam. Ugyanúgy gépjárműügyintézéssel foglalkozom, és vezetői engedélyek kiadásával. A gépjárműügyintézésen belül is az átírásokkal, a forgalmi engedélyével, az érvényességi idő módosításával, a rendszámokra való érvényesítő matricákat én ragasztom fel, és az első forgalomba helyezéssel. Új dolog, hogy a sárga rendszámot, a fuvarozó és a taxi rendszámot nem mi, nem az okmányirodák csináljuk, hanem Pécsre kell menni a központi okmányirodába. A vezetői engedélyekkel kapcsolatban itt is a vezetői engedélyek kiadása, pótlása, elvesztés, megrongálódás esetén ezeket a dolgokat csinálom. Mi az, ami változott most? Nyilván egy új év, új csomó rendelet megváltozott. Mi az, amiben most a kedves nézőknek és a hozzád forduló ügyfeleknek egy picit másként kell eljárniuk, értem itt a kérelmeket, a papírokat, meg egyáltalán mi változott? Alapjában véve hasonló a helyzet, mint a rendőrségen, tehát ugyanúgy kérelemmel fordul az ügyfél az ügyintézőhöz, szükséges papírokat hozni kell. Az átírás esetén az adásvételi szerződést, ami nagyon fontos, hogy nem régebbi 15 napnál, mert nagyon komoly szankciói lesznek a késedelemnek. Mi ez a szankció? Tehát pénzbüntetés vagy elzárás? Nem ilyenre kell gondolni, de sajnos most az a rendelet jött ki, hogy 15 nap után már ki kell vonni a járművet a forgalomból. Tavaly ez még pénzbüntetéssel megoldható volt, az idén sajnos ki kell tiltani. Nagyon kérem Önöket, hogy amikor helyreáll ez az átmeneti nehéz időszak, akkor mindenki igyekezzen betartani ezt a 15 napos átírási időszakban. Sőt, azt hiszem, hát ez költségesebb is, hogyha kivonják a forgalomból, ugye? Ez költséggel jár, így van, 8500 forint az ismételt forgalomba helyezés, és hát nem szeretnék ilyeneket tenni. A forgalmi engedélyek kiadásával van-e valami változás az okmányokat illetően, illetve hát az ügyintézéssel kapcsolatosan? Új típusú forgalmi engedélyt adunk mindenkinek, az a szemben az eddigi kétlapos zöld, úgynevezett zöld forgalmival kapcsolatban most mindenkinek új típusú forgalmi engedélyt adunk, ami 4000 forint jelenleg. Törzskönyvet még nem minden jármű kap, de egy idő után el fogunk jutni oda, hogy mindenkinek jár törzskönyv is. Géppel történik, számítógéppel történik az új forgalmi engedély nyomtatása, lefóliázzuk. Tehát ez is egy szép és előnyös dolog. Nagyon figyelnünk kell ügyfélnek és ügyintézőnek a pontosságra, hiszen pontosan az új típusú forgalmi engedély és a számítógéppel való kitöltés miatt már nem lehet ebbe javítani. Ezért kell az ügyfeleknek hosszú időt itt tölteni az okmányirodában. Több munkafolyamatot kell a számítógépre felvinni. Ügyfélnek is úgymond kis feladata van, hogy leellenőrizze a saját járművével kapcsolatos dokumentumokat, és ezután készül el a forgalmi engedély. A vezetői engedélyeknél mi a helyzet? A vezetői engedélyeknél is változás van. Eddig írógéppel manuálisan töltöttük ki a vezetői engedélyeket. Most egy nagyon új dolog jött 2001. január 1-től. Hasonló a vezetői engedély, mint a személyigazolvány, illetve lakcímkártya. Előnyös, hogy az ügyfélnek nem kell fényképet hozni, nem kell fotóshoz elmenni, itt helyben az irodában készül a fotó, és néhány nap után kapja meg az ügyfél a vezetői engedélyt, tényleges vezetői engedélyt. Itt hadd kérdezzem meg, fontos, hogy itt készüljön? Van ennek valamiféle különös technikája, vagy pedig hozhatok is fényképet? Nem, itt készül. Tehát helyben fotózzuk az ügyfeleket, digitalizálva visszük a számítógépre, és a központi
adatnyilvántartó fogja Budapestről leküldeni ténylegesen az ügyfélnek a kis vezetői engedélyt. Az a hátránya, hogy ez 4000 forintos okmánybélyeg, tehát drágább, mint az eddigi, de előny és hátrány így van együtt. Nézzünk akkor most egy konkrét példát, a vezetői engedéllyel. Ez nagyon szép, külsejében megújult. Menjünk fázisról fázisra, hogy mi a teendő. Tehát amikor ide jön az ügyfél, hogy betelt a vezetői engedélye, nincs már hely az orvosi alkalmasság igazolásához, hozza 4000 forintos okmánybélyeget, itt indul a vezetői engedély elindítása. A Photoshopba megyünk először, ott lefotozzuk az ügyfelet, speciális tollal az aláírását egy papírlapra rögzíti. Amikor visszajön a vezetői engedély ügyintézéshez, a kategóriáit, orvosi alkalmasság érvényességet, mindent itt a számítógépen kitöltünk. A vezetői engedély ténylegesen néhány nap múlva érkezik az okmányirodába. Az ügyfél ide jön, aláírásával igazolja ennek átvételét. A vezetői engedély valóban új, nagyon kis, csinos, aranyos, egy ilyen kis bankkártyaszerű valami, ami az első oldala személyi igazolványként szolgál. Itt hosszabb érvényességi időt adnak az életkortól függően. A hátsó oldala maga a vezetői engedély kategóriákra vonatkozik, szépen kihozza rajzolatban motorra érvényes, személygépkocsira CD vagy kiegészítő kategóriái vannak annak érvényességi idejében. Azt mondják hamisíthatatlan, kis kártya alakú valami. Ez a kis borítója is nagyon érdekes, szerintem jó dolog. A vércsoportról kezdve a házi orvos nevét mindent fel lehet írni, ha bármilyen komoly baleset történik, hogy az segítség minél előbb eljusson. Hát a pontrendszerről is van itt egy kis tájékoztató, ami szintén új dolog. A saját nyilvántartást lehet vezetni a tulajdonosnak, hogy hány pontot sikerült neki begyűjteni. Új munkahely, milyen tapasztalatokkal kezdted meg itt a működést? Új munkahely, új környezet, új város, új emberek. Barátságosak az emberek, néha türelmetlenek, kérem ezúton is, kérem a türelmüket, higgyék el, országosan lassú a rendszer, nagyon sok technikai dolog van, leáll a számítógép, lefagy a rendszer, nem tudunk tovább lépni, naponta új dolgok jönnek a mi részünkre. Az emberek barátságosak és aranyosak, mint mindenhol, kollégák is. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és jó munkát kívánunk itt Pécsváradon. Elmúlt adásainkban többször is hírt adtunk a pécsváradi intézményekhez, így elsősorban az óvodához érkező különböző adományokról, pályázatok révén érkező anyagi támogatásokról. Következő riportunkban Schulteis Józsefné, az óvoda vezetője beszélt az elmúlt év eredményeiről és a tervekről. Pályázatok tekintetében azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy jártas vagy, legalábbis ami az óvodai pályázatokat illeti, nagyon sok eredmény fűződik már a nevedhez. A legközelebbiek melyek voltak? Én decemberben adott be az intézmény a Budapesti Gyermekélelmezési Alapítványhoz egy pályázatot, amelynek kapcsán 43 darab csomagot nyertünk, és azokat a legjobban rászoruló gyerekek szüleinek osztottuk ki karácsonyi ajándéknak, akik nagy örömmel fogadták ezt az élelmiszer csomagot 2500 forint értékben. Ennyit tartalmazott egy csomag. Valamint volt még egy olyan pályázati lehetőségünk, amit a Baranyi megyei közoktatásfejlesztési alapítványhoz írhattunk, kimondottan, kifejezetten mozgásfejlesztési eszközökre, és itt is a teljes kért összeget, amit megpályáztunk, megkaptuk, azaz 305.000 forint értékben vásárolhatunk a két intézménybe különböző mozgásfejlesztési eszközeket. Ha egy pedagógus intézményvezető lesz, akkor egyenesen összefügg, hogy nagyon rátermetnek, élelmesnek kell lenni a pénzügyek tekintetében. Hogy veted bele a magad ezekbe a munkákba, ezeket a pályázatokat, te hogy találod meg? Hát most már azt hiszem, azt is elmondhatom, hogy már valamennyi gyakorlatom is fűződik a pályázatírásokhoz, hisz az eddig évek folyamán is már rendszeresen pályáztunk, de büszkén mondhatom, hogy egy nagyon jó óvodapedagógusi kollektívával dolgozhatom mind a két intézményben, akik hajlamosak arra, hogy átvegyék a pályázati
instrukciókat, és ők is folyamatosan pályáznak. A németországi pályázatokat továbbra is, egy meg a mintezem, de Magyarországon belül megjelenő pályázatokat a kollektívával együtt. Ezeket a lehetőségeket a SANSZ, valamint a pályázati figyelő folyóiratokba keressük és találjuk meg. Ezek a pályázatok, pályázati kiírások mennyiben könnyítik meg a munkátokat? Nagyon nagy mértékben megkönnyítik és segítenek, ugyanis megjelent az intézményekre vonatkozóan a kötelezően előírt eszköznorma, amelyekkel minden intézménynek 3 éven belül rendelkeznie kell. Az önkormányzatok hivatottak arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezek az eszközök 3 éven belül meglegyenek, és ezek a pályázati lehetőségek biztosítják azt, hogy megkönnyítik az intézményi finanszírozást tulajdonképpen. Az elmúlt időszakban nagyon sok szép irodabútorral gazdagodott Pécsváradt több intézménye is. Ezek nem pályázati úton kerültek ide, hanem a te baráti kapcsolatodnak köszönhető. Egy kicsit bővebben hallhatunk erről a kapcsolatról. Igen, már hosszabb ideje jó baráti kapcsolatban vagyunk a Frankfurt melletti Bártfélbeli Tűzoltó ság főnökével és feleségével. Több alkalommal jártak már nálunk garázslakon is, valamint itt az intézményben is, és felajánlották telefonon segítségüket, hogy amennyiben Pécsvárad igényt tartana rá, szívesen ajándékoznának Pécsváradnak banki bútorokat, amelyek nem nagyon használtak, és ezt köszönettel elfogadtuk. Én a polgármester úrnak jeleztem, németországi barátunknak ezt a jellegű ajándékozási szándékát. Polgármester úr nagyon rugalmasan kezelte a dolgot, megszervezte a kamiont, az utat, meg egyáltalán nagyon pozitívan állt ehhez a jellegű ajándékozási dologhoz, és ennek következményeként érkezett egy hatalmas, nagy mennyiségű szállítmány irodabútor, amelyet többek között Pécsvárad intézményeiben kerültek felosztásra, így a Művelődési Ház, az Idősek Napközi Otthona, a Zeneiskola, valamint az óvoda is részesült szép és jó állapotban levő bútorokból, és végül, de nem utolsó sorban egy nagyobb mennyiségű édességszállítmány is érkezett a zovodások, valamint a felnőttek számára, amit nagyon nagy örömmel vettek szintén birtokukba a gyerekek, valamint a felnőttek is. Ajándék esetében nem illik az értékét nézni, de most mégis, hiszen oly sok intézmény részesült ezekből, mekkora nagyságrendről van szó itt, ha értékét nézzük? Hát az intézményvezetőkkel együtt voltunk lent, mikor a bútorokat pakoltuk és szortoroztuk, illetve kiválogattuk, és a polgármester úr egyetemben egyértelműen az a véleményünk, hogy minimálisan 2 millió forintot meghaladja ennek a bútornak az értéke. Azt hiszem, ebből a baráti kapcsolatból nem csak azt szűrhető le, hogy Pécsvárad nagyon szép ajándékokat kap, hanem ez egy emberi, humánus gesztus is részükről. Igen, mert már többször jártak Magyarországon, és észrevettem, hogy olyan pozitív a hozzáállásuk Magyarországhoz, valamint az ismerősökhöz is, hogy mindent megtesznek azért, hogy örömet okozzanak nekünk jelenleg itt Pécsváradon, és nem várnak el semmi köszönetet, hanem elég az, hogyha az újságcikkeket és a fényképeket kiküldjük, ahol látható az, hogy tényleg megvan a helyük a bútoroknak, illetve a jó helyre került minden. A jövőben milyen tervek szerepelnek még itt az intézményen belül, mi várható, mit szeretnél még megvalósítani? Szakmai vonalon igyekeztünk most egy nagyot újítani. Eddig is mindig elmondható volt a pécsváradi intézményekről, hogy szakmailag nagyon jól felkészült intézmények. Az óvodapedagógusoknak köszönhetően erre nagyon büszke is vagyok, és csak velük együtt tudjuk megvalósítani céljainkat, és most adtunk be Pilisboros Jenőre egy akkreditációs nyelvi programot, ami azt jelenti, hogy amennyiben ezt akkreditációra kerül, így a pécsváradi napközi otthonos óvodák továbbképzési bázis lesz, módszertani központ lesz itt Baranya megyében, ahol a német nemzetiségi óvodapedagógusok 30 órás továbbképzésben részesülhetnek. A helyet, az előadókat a pécsváradi intézménybe várjuk, a helyet mi biztosítjuk, és bízunk abban, hogy szakmailag nagyon pozitív lesz a vélemény
résztvevőknek, valamint az óvodákban dolgozó felnőtteknek is, hisz a gyerekek érdekében tesszük, és ez valahol a gyerekek tudásában, megmérhetésében is mérhető lesz majd. Ilyenkor január végén megsokasodnak a nyolcadikosok és szülei gondjai, hiszen közeledik a pályaválasztás, a jelentkezési lapok beadásának határideje. A következő percekben nekik kívánunk segíteni. Zak Annával, a helyi másodikből a középiskola igazgatónőjével, Kreszics Margit beszélgetett az aktuális tudnivalókról. Milyen új képzési formákkal bővül az oktatás itt az iskolátokban? A meglevő képzési formáink mellett, amire rögtön rátérek, egy jelentős változtatás történt, szakközépiskolai osztályt fogunk indítani határrendészetből. Tavaly már a középiskolai tagozaton, illetve már évek óta folyik a közbiztonsági képzés. Hozzáfűzném azt is, hogy ott is történt változás, hiszen eddig a közbiztonsági gimnáziumi képzésünk fakultációs rendszerű volt, a tanuló eldönthette, hogy felkívánja venni a fakultációt vagy nem. Következő tanévtől kezdve ez annyiban változik, hogy az osztály neve is közbiztonsági gimnáziumi osztály, és a pedagógiai programunknak megfelelően, akit ebbe az osztályba, a 9. osztályba felveszünk, annak végig kell csinálni a programot. Ez a program nagyon gazdag, szeretik a gyerekek, igen, változatos lehetőségeket kínálunk. Magas óraszámban tanítunk idegen nyelvet, németet, angolt, számítástechnikát, mindennapos a testnevelés órák. Igen, szépen felszerelt a számítástechnika szaktantermünk, és elmondanám, hogy most decemberben adtuk át az új számítógépes nyelvi laboratóriumunkat, amihez nyelvi oktató programjaink is vannak. 11. évfolyamtól kezdve ebben a közbiztonsági gimnáziumi osztályban a rendőrség tisztjei különleges speciális programokat oktatnak, rendészetet, jogi ismereteket, közbiztonsági ismereteket. Tábort, lovaglás, úszásoktatást szervezünk, gépjárművezetést tanulnak a tanulóink. 12. osztály végén érettségi vizsgát tehetnek a tanulók, és egy ilyen képzés után igen nagy előnnyel indulhatnak a rendőrtiszt, illetve a rendőrszakközépiskolai képzésben. Jövő tanévtől megváltoztattuk a határrendészeti képzésünket, vagy meg kívánjuk változtatni, eddig az is fakultációs képzés volt, a következő tanévtől kezdve szakközépiskolai osztályt kívánunk indítani. Ez a szakközépiskolai osztály a katonai pályára orientál, az előzővel szemben, ami ugye a belügyi pályára orientált. A képzés lényegében az elméletet kivéve ugyanaz, magas óraszámú nyelv, számítás, technika, a szakköri keretek között ugyanazok a programok folynak, de ez a katonai pályára orientál, mivel szakközépiskola, itt szakelméleti tárgyakat tanulnak, és van 11. évfolyamtól kezdve pályaorientációs gyakorlat és határforgalmi, határőrizeti gyakorlat. A 12. évfolyam végén itt is érettségi vizsgát tesznek a tanulók, és ez a képzés elsősorban, tehát a katonai pályára készít elő, rendészeti szakközépiskolába, a katonai főiskolára, illetve az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre mehetnek a tanulóink. Akik kedvet éreznek ezekhez a programokhoz, ezekhez a pályákhoz, azokat szívesen várjuk az iskolánkba. A harmadik típusú beiskolázásunk a szakiskolai beiskolázás. Itt 2. 9. osztályt kívánunk indítani. A szakiskolában már nincsen, 9. 10. osztályban nincsen szakképzés, csak egy általánosan művelő képzés van, közismereti tárgyakat tanulnak a gyerekek, természetesen némi pályaorientációs elmélettel és gyakorlattal, ez nálunk az élelmiszeriparra készít elő, és a 11. évfolyamtól kezdve van szakképzés, hús- és hentesáru eladó szakmában, húsipari szakmunkás szakmában és pék szakmában. A hús- és hentesáru eladó képzést az idei tanévben indítottuk, és ezt a jövőre is indítani kívánjuk. Ebbe az osztályba a 8. osztályt végzettek jelentkezhetnek, illetve a szakképzésre, azt hozzáfűzném, hogy a szakképzésbe
olyanok jelentkezhetnek még, akik betöltötték a 16. életévüket és elvégezték a 8 általános iskolát, ugyanis a mi szakmáink nem kötöttek 10 osztályos alapvégzettséghez. Azt azért megjegyzem a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy természetesen sokkal szívesebben vesszük a 10 osztályt végzett tanulókat, hiszen valamivel a nagyobb általános műveltségük, és talán könnyebben tanulják a szakmai tárgyakat is. Aki hozzánk jelentkezik ebbe a szakiskolába, 9. osztályba, azt az előnyt is felkívánjuk mutatni neki, hogy ha a szakképzésbe hozzánk jön, akkor a gyakorlati oktatóhelyet a mi iskolánk fogja biztosítani. Azonban, hogyha a gyerek nem döntötte még el, hogy milyen szakmára kíván menni, és környékbeli pécsváradi, akkor szintén jó, hogyha hozzánk jön, hiszen majd 16 éves korában dönt a szakmáról, de addig azért szem előtt van, ez egy kisebb iskola, oda tudunk jobban ráfigyelni, nem kell utaztatni a gyermeket a szülőnek, úgyhogy valahogy mégis a családi körökben jobban otthon marad a gyerek. Most már egyre közelebb kerülünk a határidőhöz, miszerint a jelentkezési lapokat is be kell nyújtani. Milyen követelményt támaszt az iskola gyerekekkel szemben? Van-e felvételi vizsga, vagy elegendő egy jelentkezési lap? Felvételi vizsgát a középiskolai tagozaton tartunk, a gimnáziumi és a határrendészeti osztályba jelentkező tanulóknak. A felvételi vizsga március 9-én 8 órakor lesz itt az iskola főépületében. A felvételi vizsga két részből áll, egy írásbeli részből és egy sportfizikai alkalmasság méréséből. Az írásbelit magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból iratjuk, a 7.-8. osztályos anyagból, és ezt követi egy sportalkalmasságmérés. A felvételi rangsort pedig az itt szerzett, és a hozott pontok a 7.-8. osztályos jegye, érdemjegyek alapján állítjuk össze, összegezzük a pontokat, és ez alapján alakul ki a rangsor. A szakiskola 9. osztályában nem tartunk felvételi vizsgát, ott a bizonyítvány alapján döntünk. Történt-e valami változás a mechanizmusában? Hány lapot, mit kell csinálni? A felvételi eljárás egyfordulós lett. Annyi a változás a jelen tanévi beiskolázáshoz képest, hogy az idén még ugye a tanuló csak 3 helyre adhatta be a jelentkezési lapját, ez az következő tanévtől megváltozik, a tanuló annyi lapot tölt ki, ahányat akar, annyi iskolába adja be a lapját, ahányba akarja, az általános iskolák március 1-i kötelesek továbbítani a lapokat a középfokú oktatási intézménynek, és a középiskola pedig április 27-ig értesíti a tanulót a felvételről. Szeretném megjegyezni iskolán kapcsán a következőt, hogy a KIFIR kiadott egy jegyzéket a középfokú oktatási intézmények azonosító és tagozatkódi jegyzékéről. Ez alapján kellene az általános iskoláknak kitölteni a tagozatkódokat, ugye itt számokkal megy a jelölés. Azonban a többi iskolát nem tudom, az biztos, hogy a mi iskolánk tagozatkódjegyzéke teljesen rosszul szerepel ebben a jegyzékben, ez alapján nem lehet kitölteni a jelentkezési lapokat. Mi ígéretet kaptunk a KIFIR-től arra, hogy január végéig a módosított példányt elküldik az általános iskoláknak, és mi is, a mi iskolánk is fog minden velünk kapcsolatban levő általános iskolának kiküldeni egy hivatalos levelet, amelyben ismételten közöljük a tagozatkódjegyzékeinket. Annyit szeretnék még ehhez az egészhez hozzáfűzni, hogy tényleg nagy szeretettel várjuk a 8. osztályos tanulókat, akik messzebb laknak, messzebbről jönnének, azoknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, és bármilyen kérdésben a felvétel kapcsán a 465-030-as telefonszámon is szívesen válaszolnak a kollégáink. A Keletmecsek lábánál Pécstől 15 kilométerre fekszik Pécsvárad. A városban működik a Baranya megyei önkormányzat által fenntartott II. Béla középiskola, élelmiszeripari szakiskola és kollégium. Nagyon sok 8. osztályos tanuló töpreng azon, hogyan tovább középfokon. E rövid bemutatkozó filmmel nekik kívánunk segítséget nyújtani. Iskolán filozófiája: olyan területeken képezni, oktatni és nevelni, ahol a kimeneten munkalehetőség várja a nálunk végzett tanulókat.
Középiskolai tagozaton két általános gimnáziumi osztályt kívánunk indítani, közbiztonsági és határrendészeti fakultációval. Együttműködésünk a Baranya megyei rendőrkapitánysággal és a pécsi határőrigazgatósággal immár több éves és példaértékű. Az itt tanulók magas oroszlánban tanulják az idegen nyelveket, németet és angolt, mindennaposak a testnevelési órák, amelyekben jelentős szerephez jut a fizikális fejlesztés és az önvédelem. A 11. évfolyamtól belépnek a szakmai fakultációs órák, a rendvédelem és a határrendészet, a már említett szervek oktatói segítségével. Szakköri keretek között lovaglásra, úszásra, nyári és téli táborozásra van lehetőség itthon és külföldön. A B-kategóriás jogosítvány megszerzése mindenki számára kötelező. A 10. évfolyam után számítógépkezelői, a 12. évfolyam után az érettségi bizonyítvány mellé személy és vagyonér szakma megszerzésére nyílik lehetőség. A sikeres érettségi után tanulóink jelentős előnnyel pályázhatnak a rendőrtiszti, a katonai főiskolára, illetve a rendőr és határőr szakközépiskolákba. Természetesen a végzettek bármely felsőoktatási intézményben tovább tanulhatnak. Akik pedig nem kívánnak felsőfokú iskolába járni, azokat megszerzett szakmáik alapján várják a határőrségnél, rendőrségnél és a különböző őrzővédő KFT-knél. A nyílt napokról és a felvételi időpontjáról a Pedagógiai Intézet tájékoztatójában olvashatnak az érdeklődők. Középiskolai tagozathoz tartozik a szakmunkások szakközépiskolája is, ahol megfelelő létszám esetén egy osztály fog indulni. A két éves képzés során érettségére készítjük fel a már szakmával rendelkező, de 22. életévüket még be nem töltött tanulókat. A képzés iskolarendszerű, nappali és térítésmentes. Szakmára előkészítő osztályok közül két 9. osztály indítását tervezzük. Az egyik Pék, a másik húsipari orientációjuk. Ide mindazon tanulók jelentkezését várjuk, akik valamilyen élelmiszeripari szakma után érdeklődnek, és tankötelezettségüket nálunk kívánják teljesíteni. Mivel szakmára előkészítő osztályokról van szó, a szakképző évfolyamra való bejutásnál természetesen a tanulmányi eredményt figyelembe véve őket előnybe részesítjük a más iskolákból érkezőkkel szemben. Szakképző évfolyamaink. A 10. osztályt befejezettek számára háromfajta képzést kínálunk, mindháromban a szakmunkás vizsga után biztos munkahelyi lehetőséggel. Pék szakma. A mindennapi kenyeret előállítani felelősségteljes feladat. Ha ide jelentkezel, ezt a megbecsült szakmát szerezheted meg. A képzés két éves, gyakorló helyről az iskola gondoskodik. Legfontosabb partnereink Arancipó Kft., Baranya Süt Rt., Mecsek Süt Kft., Pécsi Sütőipari Rt. Ezek a cégek legtöbbször a második évben már szerződést is ajánlanak az arra érdemes tanulóknak. Húsipari szakmunkás. A megyében egyedül nálunk képezzük ezt a szép szakmát, de ettől függetlenül a régióból bárhonnan jelentkezhetnek diákok a két éves képzésre. Pécsett a Délhús Rt. A legfontosabb partnerünk, Pécsváradon az Agrover Rt., Mohácson a Picker Kft. És szívesen fogad tanulókat.
Mindkét szakmában a tanulmányok befejezése és 3 éves gyakorlat megszerzése után mestervizsga letételére is lehetőség van. És a végére egy újdonság, egy új szakma, ami igen keresett lett az elmúlt néhány hónapban. Szeptemberben indul az egyéves hús- és hentesáru eladó szakmai képzés, szintén a 10. osztályt végzettek számára. A gyakorló helyet a Mecsekfűszért RT és a Metro Áruház biztosítja, természetesen munkahelyet ajánlva a végzetteknek. Mivel megyei beiskolázású intézmény vagyunk, fiúk-lányok részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A bejáró tanulók igénybe vehetik az iskola menzáját. A bejárás megkönnyítésére közvetlen buszjáratunk van Pécsről és Komlóról. Kedves 8-os tanulók, gyertek el a novemberre meghirdetett nyílt napra, érdeklődjetek, tájékozódjatok. Vár benneteket a 2. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola. Információ: Pécsvárad, Vak Béla utca 8. Telefon: 72-es körzet, 465-030. A zeneiskolások számára a közeledő fél év egyben a vizsgák megkezdését is jelenti. Az elmúlt héten a Fafúvósok tanszaki hangversenyére kapott meghívást stábunk. Január 22-én, a Magyar Kultúra napján nagyszabású megyei ünnepségre került sor a Pécsváradi Művelődési Központban, ahol milleniumi kitüntetések, nívódíjak átadására került sor. A himnusz hangjai után az egyik kitüntetett a Mohácsi Bartók Béla vegyeskar adott műsort.
követően dr. Tóth József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet. Dr. Tóth József a beszéd után adta át a szövetség által adományozott nívódíjakat, többek között Pécsváradnak is. Nívódíj elismerésben részesül a Pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ a Pécsváradi Szent István Napok rendezvény sorozatáért. Az intézmény több évtizedes eredményes közművelődési tevékenységéből kiemelkednek az 1980-as évek végétől rendszeresen megrendezett Szent István napi programok. Az évek során megtartott műsorok igen változatosak. A rendezvény sorozatban kamaraegyüttesek, kórusok szerepeltek a románkori altemplomban, orgona hangversenyeket tartottak a római katolikus templomban, néptáncosok, fúvosok adtak műsort a várudvarán, és várdalnokok zengtek históriás énekeket, bordalokat. Az eseményhez kötődnek a színvonalas kiállítások is. Pécsvárad 2000-ben második alkalommal adott otthont a Szent István napi megyei központi ünnepségnek. A millennium évében avatta fel a város Asztrik apát szobrát, és adott otthont Samu Géza szobrászművész állandó kiállításának. A Szent István napok rendezvénysorozat az elmúlt 10 év során évről évre gazdagabb programjaival a történelmi kisváros legrangosabb ünnepévé vált. Fontos szerepe van a magyar történelmi örökségünk feltárásában, megőrzésében. Gratulálunk, és a harmadik évezred rendezvényeihez hasonlóan sok sikert kívánunk. A nívódíjjal járó jutalmat a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése ajánlotta fel. A díjat átveszi Zsáli János Pécsvárad polgármestere és Recki Katalin, a Fülep Lajos Művelődési Központ igazgatója. Ezt követően Zsáli János polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a Pécsváradi Reneszánsz együttes muzsikált. Bokor Béla a Pécs-Baranyai Emlékbizottság nevében milleniumi ezüst emlékérmet adományozott Maier Mihály megyéspüspöknek, Pauska Zsoltnak, a Dunántúli Napló főszerkesztőjének és Balikó Tamásnak, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójának. Ezután a komlói pedagógus énekkel adott rövid koncertet. Az énekkar előadása után még különböző baranyai egyesületek és szövetségek díjainak átadására került sor. A rendezvény végén az Engővárkonyi Népi Együttes műsorát láthatta a közönség. Ó,
Kedves nézőink, mai műsorunk véget ért, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, kérem tartsanak akkor is velünk. A most következő filmhez én jó szórakozást kívánok, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! The microphone checker, 1-2 checker, party started. Here comes the microphone wrecker, lecker. You betcha, nobody does it better. I got the flame that'll read ya, get ya, net ya. I gotta get down like my mother. Party is the motto, a freaky funk starter. Eyes on scan as I look through the crew. A lot of people here, but they're stopping on you. Now tell me, pretty lady, what you wanting to do? Don't feel blue, you can be my boo. I'm not a beagle, but you know I shake, rattle, and roll. Play at the nose, I suppose that you know I got soul, and I'll share with you. So baby, get wise, no need to worry about the size of the guy.